Na, ciao, Bella Mozzarella! Egy nagyon-nagyon nyárias rendelésem érkezett a színszének az oldaláról. Itt van a hatalmas nagy csomag. Igazándiból már kibontottam, nem bírtam ki, de csak egy dolgot vettem föl még belőle, illetve Áron kivette a ruháit, amiket neki rendeltünk, de azokat is majd meg akarom mutatni. Azért is örülök, és azért is vagyok ennyire izgatott, mert 2 nap múlva utazunk egy kis mini nyaralásra itt belföldön, és pont beleesik a születésnapom is. Oda is rendeltem ezeket a cuccokat, szóval nagyon nyári a zsarabok lesznek. Na, és akkor kezdem is. Az első kis... valami lerepült. Az első, amit rendeltem, az egy ilyen strand táska, és... hatalmas, igaz? Csak egy ilyen gombbal záródik, van egy pici kis rekesze, de nekem nagyon-nagyon tetszik maga az anyag, az, hogy ilyen könnyű, és akár össze is lehet hajtani, hogyha nem használom. Szóval nem az van, hogy nagy helyet foglal például a szekrénybe. Egyébként mindent majd videó alatti leírásba belinkelek, és meg tudjátok ti is nézni. Szerintem mindegyik elérhető lesz még. Na, ez a ruha nekem annyira, vagyis a következő ruha, amit mutatok, nekem annyira nyár. Igen, ez is csíkos. Figyelmeztetlek titeket, hogy nagyon sok csíkos dolog lesz most ebben a rendelésben. A nyáron nagyon divat mindenféle csíkos mintázat, nem az ebra csíkra gondolok. Ez egy ilyen maxi ruha, talán így hívják, mert egészen hosszú, és tartja ezt a kis vonalat. Egyébként optikailag tök jó, mert hosszabbítja az embert. Az anyaga nagyon-nagyon tetszik, nagyon jó minőségű. Mindjárt meg lesem, hogy mi ez az anyag. Nem találtam meg a címkéjét, hogy milyen anyag, úgyhogy akit érdekel, az meg tudja nézni majd az oldalon. Még egy ruhát rendeltem, azt hiszem 2-t, igen, és ez a másik. Annyira jó ez a mintázata, és aj, fogalmam sincs, mennyire látszik így a videóba. Kicsit ilyen bohókás jellegű, kifejezetten tetszik, hogy hosszított az új része. Én a nagy nyári melegbe is szeretem ezt, véd a babtól is, például azért is lehet jó, és aj, odáig vagyok azért a szoknya részéért. Nagyon-nagyon tetszik az anyaga. Ehhez a ruhácskához rendeltem egy világos színű papucsot. Annyira szép, ezt kinéztem már az üzletben is. És meglepő, de ilyen nyitott orrú cipő vagy papucsom nem is igazán van, úgyhogy végre sikerült olyat vásárolnom, ami tényleg nincsen, már felpróbáltam, és amúgy kényelmes is, és direkt úgy van kialakítva, hogy ez a rész egy kicsit itt elől hosszabb, és nekem ez kifejezetten tetszik, hogy nem lóg le róla rögtön a lábujjam, nem is annyira nehéz, de mindenképpen ki fogom tudni használni, úgyhogy nagyon örülök ennek is. Következő szett, ami az oldalon is így volt párosítva, és amikor néztem, rájöttem, hogy nekem nincsen ilyen fekete színű, lenge, nyári, hosszú nadrágom. Erről beszélek, ez egy kicsit ilyen bővebb fazon, és fú, én most annyira odáig vagyok ezekért, hogy nem tudom elmondani, annyira jól tud kinézni, akár papucssal, cipővel, már mindenhogy elképzeltem, lehet hordani elegánsan, lehet párosítani pulcsival, bármivel, és nekem eddig nem volt. Én nagyon szerettem a rövid farmer sortokat így nyáron hordani, viszont most egyszerűen nem bírom elviselni magamon. A hosszabb ilyen kis lenge nadrágok azok még hűsítik is az ember tréta közben nyáron, úgyhogy jó, most ez fekete, az nyilván így szívja magába a meleget meg a napot, de na mindegy. Akkor ehhez rendeltem ezt a felsőt, ami nem tudom minek hívják, pulóver néven találjátok meg, azt hiszem az oldalon. Nyilván ez amúgy olyan anyag, mint a legelső ruha, amit mutattam. Ilyen lyukacsos, szóval átengedi a hőt, vagy... A lényeg az, hogy nem annyira melegít, hogyha rajtad van, ilyen nyári időszakban is. És nyilván ezt a szettet nem délben, 40 fokban fogom hordani. Mindegy, szóval értitek. Ja, és ehhez a szethez rendeltem egy papucsot, ugye, hát legyen feketében is. Egyáltalán nem volt még soha ilyen kinti papucsom.
ez elképesztő. Én eddig topánkába, espadrilles cipőkben járkáltam, de valahogy ez a papucs, ez kimaradt az életemből, és nem is értem. Ehhez a szethez is hozzá tudok passzintani, de igazából a következőhöz is, ami hát... Ugye mutatom. Szintén egy ugyanolyan nadrág, mint amit az előbb mutattam, csak egy másik színbe. Hát igen, most mondhatjátok, hogy kicsit uncsi vagyok. Én már magamról tudtam előre, hogy imádni fogom azt a fekete nadrágot is, illetve ezt is. Nem tudtam dönteni, hogy most melyiket fogom többet hordani. Nem lehet eldönteni. Úgyhogy ő is jött velem haza. Ugyanaz a fazon, igen, és akkor ehhez rendeltem, hát nyilván ő kellett még nekem egy másik ilyen pulcsi, ilyen kis nyári fazon, hogyha elmenjük strandolni, és esetleg még vízes a fürdőruha, hát milyen jó már egy ilyet ráhúzni, nem fogok tüdőgyulladást kapni hazafele sétálva. Ezek voltak a szettek, na és akkor nyilván becsúszott még néhány felső meg kiegészítő is a buliba, illetve még egy pulcsi. Lehet, hogy a pulcsi rendelés most egy nagyon picit túlzásba vittem, de ezt nem bírtam otthagyni. Ez annyira én vagyok, hogy ezt el se tudom mondani, és ráadásul olyan kis summer vibe-ja van. Szóval ezt is szintén el tudom képzelni egy ilyen kis tengerparti nyaralásra. Még kettő alapdarab trikó. Az egyik, az egy sima, egyszerű, fehér trikó. Nagyon meglepődtem azon, hogy borzasztó olcsó volt, és ahhoz képest képzeljétek el, hogy itt a felső része az ilyen dupla. Dupla. Hogy ne látszódjon át. Ez... Egyre jobb a színszének a minősége. 100% pamut, nagyon jó. Ami szösz. Erre is szükségem volt. És csíkos kis top, ami annyira szép. Nagyon, nagyon tetszik. Ez amúgy fekete, igen. Hirtelen azt hittem, hogy sötétkék. De ilyen feketében is nagyon jól néz ki. Ez bármilyen szettet nagyon fel tud dobni. Akár azokhoz a nadrágokhoz, amiket most vettem. Rendeltem még kettő kiegészítőt, ami most kivételesen kettő napszemüveg. Igen, tőlem elég szokatlan, hogy napszemüveget vegyek. Szemüveges vagyok, és a napszemüvegeim is dioptriásak szoktak lenni. Viszont elcsábultam, bevallom őszintén, annyira olcsók voltak a napszemüvegek, a szintének az oldalán, és halljátok, én el sem hiszem, hogy ez ilyen jó minőségű. De régen nem lehetett 800 forintért venni használható napszemüveget. Tök jó sötét amúgy ez. Még egy napszemüveg becsúszott. Ez egy kicsit drágább kategória volt. Azt hiszem 1300. Amúgy ezt nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz. Ez ilyen. Nagyon jó a minősége. Baromira így vastag műanyagból van. Próbáljátok ki, ajánlom. Nagyon megörültem, hogy belebotlottam ebbe a szemüvegcsapba is. Mindjárt mutatom. Nem zöldök itt tovább. Ami ilyen fenszín néz ki, nagyon stílusos. Ja, igen, össze lehet hajtani, hogyha nincsen benne a szemüveg. Nyilván vannak szemüvegtokjaim, minden szemüvegemhez kaptam tokot, viszont azok, hogyha nincsen rajtam a szemüveg, akkor nagy helyet foglal a táskában. Viszont ezzel ilyen gond nincsen, mert össze tudom csukni. Szóval, hogyha benne van a szemüveg, most itt kipróbálom, benne van, akkor így van benne. Így. Tök jó. És hogyha nincs benne, akkor össze lehet csukni egyszerűen, nagyszerűen. Na, csukodj már. És ennyi. Ebben a videóban most nagyon, nagyon kis elengedtem magamat. Elnézést kérek ezért. Ez volt a mostani rendelésem, viszont ide készítettem néhány darabot, amit későbbi rendelésekben rendeltem magamnak. Próbáltam azokat idehozni, ami még kapható az oldalon, szóval ezeket is meg tudjátok még vásárolni. Ja, és megmutatom, hogy mit vettünk még Áronnak. Kettő dolog az itt maradt, egy rajta van, szóval ezt most nem tudom megmutatni. Látunk egy tök jó pólót, amit azért mutatok meg, mert például tökre passzol azokhoz, amiket rendeltem, szóval egy nagyjából így össze tudunk öltözni, stílusban legalábbis. És azért is tetszik, bár pamut és van benne egy kis poliészter is, de azért tetszik, mert van tartása neki, nem csak egy kis vékony rongy.
Amit még vettünk neki, az egy strand nadrág, és elképesztő 3500 forintba került, és ezért szoktam azt mondani, hogy tényleg egy nyarat kibír, annak már csak örülni tudok, szóval csak jó a színe, ez most nagyon trendy idén, ez az ilyen nagyon halvány menta zöld. És akkor a további termék, amelyeket mutatok, néhány kedvenc cipő. Az egyik ez a kis topánka, aminek ilyen kis csúcsos orra van, nem tudom mennyire látszik, picit koszos, mert esőben volt rajtam az előbb. Az történt egyébként vele, hogy van cipőt tárolunk, amiben így be kell így csúsztatni a cipőt, és akkor így orral lefelé van. Nem kellett volna oda beleraknom, egy picit az orra itt megsérült emiatt. Nagyon-nagyon kényelmes, nem töri föl a lábamat, szóval perfect. Na, amivel viszont megjártam, és borzasztóan feltört a lábamat, amikor először volt rajtam, az ez a loafer. Mondjuk hozzá kell tennem, hogy zokni nélkül voltam, teljesen csupasz lábbal. Nem tudom, mit képzeltem. Egyébként azóta volt már rajtam többször harisnyával, és ilyen kis titok zoknival, és nem csinált semmit utána a lábammal. Egyébként nagyon-nagyon tetszik maga a dizájnja, egy ilyen kicsit ilyen rusztikusabb, vagy ilyen nagyobb az egész loafer. Van egy loaferem, ami nem ennyire ilyen nagy, hogy nem is tudom ezt, hogy mondjam. Még egy elegáns kis cipellő, aminek nekem nagyon tűnik a sarka, de egyébként nagyon kényelmes. Most ez esküvői szezonban szerintem tök jól fog jönni, bár fekete, nem tudom, hogy megy-e majd a ruhámhoz, meglátjuk. Több esküvőre is megyünk az idén. Hú, most hirtelen azt hittem, hogy lemaradtam az egyikről, de nem, mert ez a következő hónapban lesz. Az ölembe készítettem még itt a rucikat, illetve kettő kiegészítő, két hajcsat, ami ugyanolyan csak a színe más, a minősége van. Egyszerűen benne is aludtam, és nem tört el, úgyhogy tényleg jó minősége. Nagyon jó alapdarabokat is lehet találni a színszébe, én ott szereztem be ezt a kék inget, ami csak egy egyszerű kék ing, eddig mindig apukámét vagy a tesómét csortam el, hát most lecsajátom. Van itt három pulcsi, az egyik az ez, és nagyon tetszik, hogy a hátán is van egy ilyen kis felirat, és azért is nagyon tetszenek most ezek a pulcsik, mert amit az előbb elmondtam a pólóra, van nekik tartásuk, tök jó, hogy nem kell tűrögetni ide-oda, ez volt is rajtam egy videóban régebben. Ja, tetszik, hogy van gallér része. Emiatt tök jó kis iskolás, lány feeling, mégis elegánsabb, és leértetek mégis a pulcsi. Na és az utolsó nagy kedvencem, amit most már nem hordok, mert ebbe egyébként van ilyen kis bélés is, szóval tök meleg, az ez a csíkos pulcsi, amit biztosan láthatok már rajtam, ha találkoztunk, vagy nem tudom, mert nagyon sokat hordtam. És volt is most már rendesen, semmit nem változott az anyaguk. Nem nyúltak ki, nem szöszösött, vagy mihez nem göbösödtek be. Nagyon jó. Ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek. Igen, azt hiszem, hogy akkor ennyi. Igen, ennyi. A hátterem az, hogy mindig ilyen kis minimalista, ugyanis egyáltalán nem volt időm kialakítani ezt a kis videósarkot, amit eddig terveztem. Viszont új kamera van, új szerkesztőprogramom van, úgyhogy jönnek a videók, a hosszabb tartalmak is YouTube-ra. Köszönöm a türelmet, hogy itt voltatok és kitartottatok, és esetleg nézzétek addig a shorts videókat, amelyeket feltöltök. Ha esetleg van TikTokotok, akkor ott is megtaláltok, ezt azért mondom el, mert TikTokra hosszabb, rövid, vagy nem, szóval hosszabb tartalmakat is fel lehet tölteni, amit álló formátumban tudtok nézni, szóval van ott akár ilyen 6-7 perces videóm is. Érkezem a következő videóval, ami remélhetőleg egy ilyen sminkasztal berendezős, sminkrendszerezős, szelektálós és videós háttér berendezős videó lesz. Szerintem még falat is fogok festeni, ugyanis most kitaláltam valamit, amit tök jól mutatna itt. Ha túl. Úgyhogy ilyen, csak ennyit akartam. Legyen további szép napotok. Sziasztok!